Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és én azt mondom, dobjuk tovább a karriert, hiszen a Bundesligában egészen szarul állunk már, mint hogy ezt ki kell mondani, nem állunk jól, bénázás egymás után, sajnos, viszont a BL-ben nagyon is jól állunk, és itt van a német kupa, ami elkezdődik, és szerintem akár még esélyünk is lehetne. Frankfurt ellen fogunk játszani. Meglátjuk, hogy mennyire jön ez össze, mik lesznek itt a lehetőségek, minden esetre nem a top kerettel fogok kiállni. Szeretnék azért egy picit élném, hát nem is pihentetni, de hogy megnézni azért olyan játékosokat, akiket mondjuk a Bundesligában nem vetek be, mint kezdő. Illetve látszik, hogy vannak azért fáradtabb arcok is a csapatban. Az ellenfélnél is azért vannak jók, Boré, Trap kapus, tehát ők, ahogy látom, fullos kerettel állnak ki. Szóval ők komolyan veszik ezt a német kupát, majd meglátjuk. Mukiele helyett jöhet Szalaiat is, egyértelműen kezdjen, Henrix is, Simakan, Willi Orbán helyett. Tehát játszon ő is, kezdjen mindenki szépen felzárkozni a csapathoz formában is. Guardiola szélre. Megnézzük a többiek. Saracci, bár ő rá eddig nem számítottam, hogy fut. Egész jó, fut Saracci. Lehet akkor azt úgy csináljuk meg így. És akkor esetleg ez a Guardiola csávó se rossz, ő majd csereként jön be fixen. Brobbe, nem tudom. Na hát őt annyira nem erőltetném, van kicsen fáradt. A csatároknál nem szarozunk, ott akkor a fullosat küldjük ki. Forsberg jöhet be Szoboszlai helyett. És akkor ide. Hát az a baj, hogy mindenki fáradt itt a cserepadon, őket nem akarnám erőltetni, úgyhogy adunk itt majd lehetőséget. Most én 50-es játékosokig nem mennék vissza, tehát őket nem szeretném. Aastenberg. De hát nem kell. Szerintem jók vagyunk így. Hogyha nagyon eldurgulna a helyzet, akkor azért Willi Orbánt ott tartunk. De annyira nem egy csapat ez, tehát lesz itt lehetősége mindenkinek bőven volt szerezni, meg megmutatni, hogy mit tud Gulácsi Véd. Természetesen nagyon gyenge a cserekapuson, most nem is gondolkodok, hogy venni kéne. Talán majd a januárban. Na, de az még odébb van az átigazolási szezon, még októberben vagyunk, október végén. Én azt mondom, hogy akkor nyomjuk is a mérkőzést, csapjunk a dolgok közé. André Silva dekázgat. Na nézzük akkor. Hozzák ki a lasztit, menjen. Mi vagyunk ugye a hazai szerelésben, ellenfél pedig tiszta pirosban. Karriermód sokadik részének. A német kupás első meccse, ugye ez nem az első forduló, mi a második fordulóban csatlakoztunk be. Szalaiat is rúgja előre, világklasszis nehézség, ahogy az már megszokott. Henrix Nkunku felé. Nkunku ezt nagyon szépen csűri csavarja eddig. Vissza, kicsit belebonyolódik, André Silva nagyon elhontotta. Felszabadító rugás volt ez a olló, azt kicsit benézte. Ez vicces volt, nagyon-nagyon rosszul találta, jaj, ilyet még nem is láttam. Jó van. Figyelünk, szó. Saraccinak kell hátrafutnia, van tempója, úgyhogy ezt tetszik egyébként. Majd felfejlesztjük. Gulácsi. Szép. Ezt kellett ez a védés. Gulácsi rendre jól teljesít minden meccsen, úgyhogy teljesen meg vagyok elégedve vele, nem rajta múlnak a mérkőzések, amik esetlegesen elmennek. Az nagyon jó Forsbergnek, de nem tud beindulni. Szalai pedig tökéletesen fejeli ki. Szalaiat is nagyon-nagyon jó igazolás volt, pedig eleinte nem is akartam elhozni, mert tele vagyok jó védőkkel. De aztán végül is meggyőztetek, mondtátok, hogy azért ő még simán beillene a Lipcsébe. Úgyhogy hallgattam is rátok természetesen. Jó, Forsberg. Felpattintjuk, hogy egy jó beadást lehessen majd csinálni megint, de nem annyira jött ez össze most. Viszont ott a helyzet, André Silva!
Tökéletes pozícióba kapta ezt a labdát, ez éri az első gólt így. Az bizony 1-0. Egy nagyon-nagyon szép találata, oda hullott elé a labda igazából. Tök üresen volt, mire várjak akkor? Ott, megkapja, pum, a szevaszt lehet lőni. Trepperre nem tudott jól reagálni, gól. 1-0-ra vezet a Lipcse. Nagyon örülök neki, mert tavaly a német kupa az szégyen teljes volt. Dortmund ellen kizakóztunk. Ott a bajnokságra maradt a koncentráció, idén azért szeretnék a BL-be is többet nyerni, mert ott nagyon hamar kiestünk a bajnokok ligájából is. Úgyhogy most a kupákra is koncentrálok, nem csak a bajnokságra. Jó. Miközben egyébként a bajnokságba is majd vissza kellene jönni, mert le vagyunk maradva. És természetesen nem lehet más a cél, most sem, mint hogy megnyerni mindent, amit csak lehet. Szarácsi ellopja. Ellopja a lasztit, Olsen pedig elszerencsétlenkedi, ezzel mehetnek, és ez nem volt les. Blanco, Fabio Blanco nála labda, a Gulácsi óriásit véd fantasztikus formában, bevehetetlen a kapuja a magyar hálóknak, a legnagyobb örömünkre. Az nagyon könnyed, összefejlés után egy Gulácsi által begyűjtött laszti, Campbell, Kevin Campbell. Jó. Oda megy a pontos passz, az is még jó lehet. Átrep, kiejt ide, megfogja másodjára, úgyhogy ez nem okozott neki gondot. Nem volt benne annyi erő, amennyit én szerettem volna egy jó bikát elereszteni. Szórakoznak a partvonal mentén. Szarácsinak kell hátra futni, a szalajat is hátra teszi, magyar a magyarnak, ezt így kell csinálni. Kis trükközés után kisejtjük a labdát. És azzal viszont Nkunku futhat akár, de befelé cselezünk vele, rossz döntésnek bizonyult. Kár. Jó, szalajat is nyúl közbe, ez pont elég idő arra, hogy Henrix is visszaérjen a támadásból. Nkunku is itt van, ezt nem fogjátok beadni. Már tényleg is nem adták be, csak szabálytalan volt a megoldásom. Az nem kintről jött vissza? Ez érdekes volt, na mindegy. Henrix mehet vele. Az is jó. Az talán nem volt les. Forsberg. Olsen! Trap! Új heggyel. Izgi volt. Itt is jön egy Campbell. Ott is jön egy beadás. Most itt megint próbálták itt a ollózás, de teljesen felesleges, sőt túlzás. Viszont Rode indulhat be. Hát ez nem lesz jó így. Mellé lőtte. A hálótartó oszlopot találta el. Hát például kapust is kihoztam, vert szituáció volt. Ezt elkapkodták nagyon nagy mázlinkra. De mire már kifejtem, addigra már túl is önk az eseményen, és mi támadhatnánk. De csak hatnánk. Mert már megint náluk van a labda. Futás. Simakan, gyerünk, véd le. Azaz. Szó, ne, nagyon közel kerül a labda. Azaz, jó van. Okay. Silva, ott megy Olsen, és akasztják. Picit azért. Hát ezzel senki nem foglalkozik. Trap majdnem rácsúszunk, de végül is nem lett belőle sérülés veszély. Jó, ez a kötelező igazából. Úgyhogy ennek így örülök mindenképpen. Ez egy jó eredmény. Ha már egy ilyen erősebb csapatot kaptunk, már azért a Frankfurt az nem annyira gyenge. Cserélni egyenlő, csak Guardiolon gondolkodok. Szerencsét megnézem. Többieket még itt tartjuk talomban. Rossz passz. Jó, figyelünk. Oké. Nem volt túl jó megoldás. Sőt. Henrix. Egy nagy indítás. Nem jó.
Ez se sajnos. Ott pedig lehet beindulni, nem volt les? Dehogy nem, elég les nem is volt. Átrakjuk a túloldalra, hogyha megkapják, hát elrontottuk. Ez sem megy, ez sem működik. Sajnálom, hogy most több lehetőség se jön be. Kicsit veszélyesnek érzem, ahogy játszunk magunkra, önmagunkra veszélyes persze, hogy gólt kapunk belőle. Sok szerencsétlenkedésből, általában ez szokott lenni. Annyira éreztem, annyira éreztem. De jó lett volna az ez könnyedre megnyerni. Most megint akkor egy-egy. Küzdhetünk megint a továbbjutási az eredményért. Guardió futja meg. Nem jó a passz. Csak ne folytatódjon tovább ez a széria. Szedjük már össze egy picit magunkat, mert ez borzalmasan gyenge. Azaz, jó van. Hátra, nem baj. Rx. Szép. Nkunku üresen hozhatja. Kis cselezés, nem jó, de még így igen. És olyan szépen hozzák ki, hogy basszus, ezt ne engedjük már. Ezt nem már. Jó, szerencsére szórakozták ezt a kontrát, pedig ez nagyon necces szituáció volt. Ó, összeakadnak. Cselet akartam volna húzni, de hát ez összeakadás lett volna, hogy az is lett végül. Szalajat ideképpen van, mennyire higgadt? Jézusom, de kellett az a higgadtságot. Jó, kimenjen, kimenjen. Az is szép, szabálytalankodva se lehet. De azért a végén csak megállítottak. És ezzel lehet menni, az nem jó. Áj, azt átveri, átveri, nem volt jó, tovább vitte. Szép, az ollózás Gulácsi fogja. Ugyni? Nagyon jó eddig, és eddig volt nagyon jó, és már megint megy a idétlenkedés. Oké. Okay. És nem jó az indítás, és ezzel megint ők mehetnek. És még a labda elvétel se sikerül, miket kap vissza? De necces. Nkunkuját Olmo, történjen meg a csere. Jöjjön a spanyol fiatal. Mert most megint szarban vagyunk, nem jó. Ott fut a védő, de úgyis sem támadóval próbál védekezni az ellenfél. Erős van energiája. Az egy beadás lehet. Visszahúzás után. Még. Nem jó, lepattam. És az se jó. Nem a miénk, ez se. Nem adja most annyira. Érzem, hogy olyan jól menne a csapatnak, viszont kéne az a gól. Hát a függetlenül is lehet gólokat szerezni, hogyha annyira nem megy. Csak ha nincs már az a lendület, akkor sokkal nehezebb. Henrix. Ott van. Nem baj. Még egyszer. Hát ez trap. Az trap. Beadtuk a kapusnak. Hogy nyúljon ő is a labda, az húzza az időt, pedig ez nekünk annyira nem pálya. Nem tudom, hogy esetleg hosszabbítás lesz-e, hogyha itt nem sikerül eldönteni olyan rendes játékidőben. Aztán ott az kiderül, hogy melyik csapat bírja jobban energiával. Mindenesetre ez így egyelőre még működik. Willi Orbán, Henrik helyett történjen meg itt is csere, mert a védőknek is kell az energia. És Willi Orbán egy olyan megoldása a dolgoknak, hogy vele erősebbet leszünk szerintem. Olsen, ellopják. Elcsenik a lábáról a labdát, Szalajat is gépállatként jön oda. Soront rá az ellenfélre, csak kevés volt. De Guardiol is nagyon rendben van, csak szabálytalan. Borré. Lejött. Szép, Szalai.
nagyon-nagyon hasznosan játszik. Ezzel lehet futni. Ezzel is futhat Forsberg. Gyere Forsberg, gyere bizony. Kivédi. Hát micsoda paszt, gondoltam, önzetlen leszek, megoldom így, és kivédi. Nem volt ez se egy jó megoldás. Azzal lehet menni André Silva. Ő pedig önző és belövi. A 91. percbe. André Silva. Ez az. Ezt várom egy portugál tehetségtől. Gulácsi is nagyon örül. Nem is csodálom. Ez fantasztikus volt. Fú, de kellett. Ott üresen beragadnak a védők. Csak Pólze nem volt. Mindenki olyan közelről jön a lövés, hogy ezt védeni nem lehet. 91. perces hosszabbításos góllal 2-1-re kiszenvedjük a meccset. Könnyebbnek tűnt az elején, de nem baj, mert meg lett a győzelem. Ez pedig azért nagy ajándék. Tovább jutottunk a német kupában. Megvertük a Frankfurtot. Egy nehéz meccsen, ez egyértelműen egy nehéz meccsen. Interjú, átadhatunk interjút egyébként. Most beleférhet az időbe. Jó, ennek örülök, határozottan örülök, német kupás interjú. Igen, kérdés, gratulálnak természetesen, hogyan tovább, megünnepeljük természetesen a győzelmet, mindent megteszünk, hát, igen, a saját teljesítményünkre koncentrálunk, megérdemeltük a srácok, megérdemelték a győzelmet, jól játszottak végig. André Silva kapcsán kérdeznek, két gólt is lőtt, el is felejtettem, hogy mind a kettőt ő lőtte. Nagyon király, milyen lehetőségünk van. Na, ez tökéletes volt, az egész csapatnak ez egy jó nap volt, és André Silva természetesen nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtott, de kellett hozzá a csapat is ezért. Jó. Hát én nem hiszem, hogy itt bármi a szerencsém múlott, mert azért szerintem ezt hoztuk volna a hosszabbításban is. Türelmesnek kell lenni, de természetesen nagyon király volt minden. És köszönik németül, nagyon jó. Na, akkor még egy ugyanilyen meccs a Frankfurt ellen. És viszont annyi különbség, hogy a Frankfurt otthonában leszünk. Tehát elvileg ezt ugyanúgy vagy hasonló módon hozni kellene. Viszont harmadik a csapat. Mi pedig 9-ek vagyunk, viszont pontban nincsen óriási lemaradás, maximum a Bayern Münchenhez képest. De hát őket is majd azért valahogy be kell fogni. Jó, itt lesz át variálva a mérkőzésünk. A Leverkusen ellen kaptunk egy kis pénzt, ugye már tovább jutottunk, ez mind helyén való és király dolog. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyomjuk. Nagyjából ugyanaz a meccs képe. Na menjen az a mérkőzés, vonulnak be a Frankfurt játékosok. Hú, azért lőnek gólokat a fickók. Úgyhogy nem számítok könnyű meccsre. Micsoda stadionjuk van. Azt mindenit. Nem is tudtam, hogy a Frankfurt ez ennyire komolyan tolja. Hát komolyabb stadionja, mint nekünk. Mi történelme, az több van azért a csapatnak. Na mindegy, jó van, nyomjuk. Nehezen kattogjunk, fel kell építeni egy jó Red Bull Lipcsét, és ahhoz viszont a bajnokságba el kell verni a Frankfurtot. Akár itt az esőbe is, ott gurul a labda, ez bedobás. Jó, picit akadályozzuk, ne legyen már olyan könnyű kihozni ezt a labdát. Na, kirúgás. Na mindegy, ebbe több volt. A lényeg, hogy fáradtak. Mi meg annyira nem, mert B-kerettel mentünk. Persze itt is kellett cserélgetni, még a meccs előtt azért be kellett állítani, hogy mondjuk ne Pólzen kezdjen, hanem Vanki Chan, de szerintem nekünk jobb a taktikánk, frissebbek az emberek is. Vanki Chan nagyon gyors! Jó, ez egy szabálytalan lövés kísérlet valamike volt, de hát nem jött össze. Úgyhogy kétszer játszunk a Frankfurt ellen most ezen a meccsen, vagy ezen a videó részben, volt ilyen már történelem során, nem is egyszer. És ők szerzik már a vezetést az otthonukban. A franc adja meg. Na jó, mindegy. Nem baj, összekapjuk magunkat.
Hasebe. Szép. Domingos Tuta passzolgat. Azért jól, jól nyomják ők is, egyáltalán nem rosszak. De Costa kapja a labdát, ő nézegeti, kinek adhatná. Nem figyelünk, hogy be tudja adni jól. Na, azaz. Most van Szoboszlai is egyébként. Majd meglátjuk, hogy hogy teljesít. De itt van nála a labda. Átrakja túloldalra. Ez egy jó megoldás. Klostermann nem olyan lassú. Vele akár jó, be is lehet ezt adni, ha csak nem belelépnek a beadásba. Az is jó úgy. Igen, Silva, André Silva. Szépen átforgattuk. Egyre közelebb, Nkunku. Hát, ha felrúg valaki. Nem. Akkor rálőjük. Abba bíztam, hogy valami kis szabálytalanságot csinálnak, és akkor lehet egy 11-esünk, de figyeltek nagyon, hogy ilyen ne történjen meg. Végül Strepp pedig tudott védeni. Azaz, André Silva, vagy Vankicsán, Szoboszlai, védi Trepp. Na, mégiscsak a PSG volt kapusa. Ő se egy rossz játékos. Meg volt sérülve Vankicsán, hogyha jól láttam egyébként. Az se túl biztató. Főleg, hogyha maradt sérült, akkor azt le kell hozni majd. Az is jó megoldás, nehogy szöglet legyen, ez szép volt. Vankicsán, jól van. Szoboszlai, Silva felé. Összemennek, de... nem lett jó. Nem lett jó. Hajdara. Jó. Belakom az ellenfélhez. Egymásnak futottak. Két lipcsei. Figyelni kéne, nehogy elrontsuk itt a dolgokat. Jó, Klostermann, ez az... Nem, még nem cserélünk. Hiába fáradnak a játékosok, azért volt egy-kettő, akit én se 100%-osan küldtem ki. Egy fix cseréket, gyors cseréket be is állítottam, amit majd alkalmazunk. Meccs közben, de inkább a második fél időben. Ide közel. És belövés nagyon közel volt. Na, nagyon lesz. Húha. Ez mondjuk nem hangzik túl jó, hogy így át tudnak szaladni a védelmünkön. De talán mi is ezt meg tudjuk tenni ugyanúgy Nkunkuval, mint ahogy ezt ők tették. Már nagyon közel. Nkunku mit csinált? Ez egy beadás volt, de nem volt ott senki. Ez lövésnek egyáltalán nem volt mondható. Kipasszolgatjuk és bevarjuk a lasztibeles. Áj, de kár, de szép volt pedig. Nagyon tetszett. Nagyon-nagyon tetszett, ahogy ezt összeraktuk. 35. perc. És mindig vezet az ellenfél, de most már vannak jó helyzetek. Mindkét oldalról Gulácsi óriási kirúgását Szoboszlai kezelte volna le, de helyette ez nem sikerült összehozni. Helyette most a Frankfurt támad. Ugye Orbán mellett viszik el. Húha, megint Gulácsinak kell védenie. Adams, fúst meg Adams. Gyere. Azt lehet indítani Silvát ott, és elveszik tőle, mert sokat gyára. Úgy a fajat. Azaz, jó, oké. Gyere, Hajdara. Nagyon jó. Az megint nem jó, megint. Hibázzik a történet. De Costa. Ne! Mit védett? Petya, te jó ég, hogy szedte azt ki? Milyen jó lövés! Francba! Nagyon jól játszanak! Ez nehéz meccs lesz még itt, ha bármilyen eredményt el szeretnénk kérni, már pedig az lenne a cél, Nkunkut mindenképpen le kell hozni, 53-os most már az állóképessége.
Paulsent majd Silva helyet behozhatjuk, de André Silvát 1984-jel nem szívesen hoznám le. Na nézzük, próbáljuk meg ezt legyűrni, mert a Bundesligában sokkal jobban kellene itt a pont, mint a német kupában a továbbjutás. Az is fontos, de annan kéne itt kikapni. Menjél, Klostermann, egy védő, kár, hogy egy védő van ott. André Silva, nem lehetett máshogy megoldani, megpróbálta, ez van. De nagy kár, hogy pont egy védő futott be ilyen üres területre. Bár lehet, lehet van lőni vele, vagy nem tudom. Ezt a max szöglet a legrosszabb esetben. Már kár ezen kattogni. Következő meccsünk majd a City ellen lesz a Bajnokok Ligájában. Ez is izgi lesz. De előtte azért itt kell valamit mutatni. Mert hiába verjük a Cityt, ahogy mondtam, azért itt is kéne villogtatni a tudásunkat. Szoboszlai. Még mindig Szoboszlai. Gyere akkor, gyere! Ő szereti így behozni középre a labdát, és utána rádurrantani, de... Hiába emelem a hangom, mert blokk. Megint a blokk. Aj, nem jó. Nem tudunk közel kerülni az emberekhez, viszont ez Gulácsi begyűjtheti. Sőt, egy óriási csel. Jó kis kirugás, még pontos is. Az viszont André Silva, ő már nem egy védő, ő jól beindult oda. Trepp. Most mi van vele? Most miért véd ilyen jól? Nagyon jól véd most. Az viszont André Silva megint, védők is azért tudják, hogy mit kell tenni. Nem kapkodják el a szitút. Az viszont a miénk. Melino. Szép, Willy Orbán. És nem jó a passz. És nem, hogy a passz nem jó, az egész a védelmünk szanaszét van. És még mindig 1-0-ra vezet Frankfurt. Ez nem lesz egy egyszerű meccs, most sem. Csak úgy, mint az előbb, ez óriási les volt. Szerencsénkre. 66. perc, 70-ben majd cserélgetünk egy párat. Szerintem. Az csúnya volt, rohadt anyját, hogy miért kell így becsúszni. Utána 68. percben. Jó, Willy Orbán. Az is jó, Klostermann, megint Klostermann, akkor előjük vele. De az hogy nem bent be! Bahá, mi volt ott? Az hogy nem ment be? Klostermannal itt jövök, oké. A szakadó esőbe, de ellövöm. Ott megpattan a lábán. Ott mindenképpen beleért valami. Ott igen, lejjebb megy így a labda. Emiatt nézi be a kapus, és ott nem ment be. Trepp szenved, nem ment be. Mire odaérek? Hát, ez már eleve nem jó ez a mozdulat. Ez nagyon béna volt, mellé ment volna, szóval az mindegy, de az, hogy az első nem ment be, ez botrány volt. Paulsen, Szalajat is, hogy lő? Nagyon rosszul lő. Halstenberg, nem rossz. Kirakjuk Klostermann helyére. Lehozzuk a fiút, mert nagyon sokszor van akcióban, és kifutja a belét. Frissebb embert akarok, ha már ennyire megindulunk ezeken az alsó részeken. Olmo. Willy Orbán nagyon jó fejes, csak ellenfélhez, de megoldás szép volt. Klostermann. Átvisszük addig a másik oldalra. Hát, nem sikerült. Uff, be van fáradva. Szép. Mi? Akár majdnem 11-es lesz. Pedig a labdára mentem. Labdát vittem el. Na mindegy, kifejeltük. Úha. Úhuhuha. Mi van itt? Azt a mindegy mekkora kapufa. És az is jó, és gól lett volna, Gulá... Jézusom!
Az Isten, itt össze kéne szedni magunkat, hogy itt valami eredményt elérjünk, mert ez béna, amit eddig mutatunk. Adams. Jó. Azzal mehet Aelino, ő is rohadt fáradt. Bepasszoljuk vele, de nem lett jó Aelino. Hiába nyúl közben, az baj, olyan fáradt most. Nem őt kellene ott tartani. Tűzben. Francegye meg. A szép Willy Orbán elvenben van. Jól játszik, rossz a passz. 82. perc, itt az a probléma, hogy nincs idő kialakítani most már helyzeteket. Fel kell lőni a labdát, aztán megfutni szélen, vagy valamit csinálni, mert és tömörülnek, rohadt szemétládák, hogy betömörülnek. Nem akarják, hogy gólt kapjanak. 1-0-ra akarják lehozni a meccset. Ez egyértelmű, de 2 lesz belőle, mert nem bírok hátul így védekezni, hogy ekkora feszültség van. Ez hihetetlen, hogy a német kupában nem is simán, de nyerünk, és a rendes meccsen, a bajnokságban, a Bundesligában meg nem. És nagyon nem. Házember. Fussad meg, fussd meg, fussd meg. Azaz. Nagyon jó. Pózen. Nem bírja visszapasszolni, hát... Aj, de lassú vagyok. Mármint a döntés. A játékos gyors volt. Én rosszul döntöttem lassan. Gondolom végig, hogy mi legyen. Ez a meccs, ez bukó, és az a szomorú, hogy ez lett volna a fontosabb, nem pedig az a rohadt német kupa. Megint egy vereség a Bundesligában. És hiába játszottunk 2 meccset, és nyertünk az egyiken, hogyha a végén nem tudok örülni. Mert pont amikor kellett volna, akkor nem tudtunk győzni. Nagy kár ezért. Srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Egyelőre a Bajnokok Liga, meg a Bundesliga, ami megy nekünk. Nem, a német kupa. Mert a Bundesliga az nem megy. Na, belebonyolódok, de tényleg... Itt tényleg valamit változtatni kell majd, kicsit jobban összekapni magunkat, ha bajnoki meccs van, mert nem. És Gulácsinak sokat köszönhetünk, mert amúgy meg több góllal is verhettek volna minket, hogyha ő nincsen. Köszönöm srácok a figyelmet, legközelebb találkozunk, sziasztok!